Korábban már két évet eltöltött a polgármesteri székben Gyulajon Selmeci László. Akkor úgy gondolta, hogy amit képviselőtársaival együtt a faluban elindított, azt a jövőben szeretné folytatni. A 2019. októberében indult új önkormányzati ciklus első évét sikeresnek tartja a település vezető. Vályáztunk itt több mindenre, még a, a szintén a Magyar Falun belül utak, mert nagy szükségünk lenne a belterületi utak, az már nagyon leromlott állapotban vannak. Nyertünk is útra pályázatot, azt meg is csináltuk, rendben van, de most még van két-három olyan utunk, ami már olyan kátyús, hogy már igazából nem is nagyon tudunk rajta rendesen közlekedni, csak lépésbe a járművekkel, és ezeket szeretnénk még tényleg olyan állapotba hozni, hogy rendesen tudjunk rajta mozogni, rendes közlekedés lehessen. Az október elején tomboló szélbihar azonban nem várt károkat okozott a településen. Közel két tucat háztető szerkezetes érült meg, vagy ment teljesen tönkre. Azóta dolgoznak a viharkárok helyreállításán. A viharkárok a helyreállítás, hogy úgy mondjam, hogy azt megcsináltuk majdnem már az első héten. Ott nagy része volt bent, hát úgy mondjam, az önkormányzatnak, itt a közbunkásokat is próbáltam úgy irányítani, hogy besegítenek a, a cserepek, meg az összerakásával. Tetők károsultak főleg. Ott 13 házról komolyabban levitte a, a tetőt ez a nagy szél és még több más házi melléképületek meg is károsodtak, hogy durván ilyen 20-22 épület, ami így károsodott. De a, a, fő károsodás az itt a Petőfi, utca, Petőfi utcának a bal oldalán ott történt. A jobb oldalán, ez furcsa volt, a jobb oldalán nem történt semmi, az épületek a bal oldalt ott lepucolta rendesen. És eh, ott sikerült tényleg úgy összehozni, sok adományt kaptunk kül, vidékről is, cserepeket, meg ilyesmit úgy hoztuk, azt az önkormányzat, a szállítást, azt mindent megoldottunk, ingyen is bérmentve mindenkinek, és kapott a, a cigány kisebbségi önkormányzat, és kapott támogatást, egy ilyen holland szponzorok, akik így támogatták már őket, ilyen adományruhákkal, minden, ők is támogatták. Selmeci László azt mondja, büszke a faluban elért eredményekre, tervek pedig bőven vannak a következő négy évre. Volt valamikor itt nálunk egy gyógyszertár, mert itt az idős emberek meg nehezen tudnak mozogni, és a buszjárat se olyan sűrű mozog, hogy itt meg mindig el tudtak volna utazni a gyógyszertárba, és szerencsére akkor sikerült megegyeznünk a, a, kurdi gyógyszertárossal, és egy ilyen fiók gyógyszertárat létrehoztunk itt, és az működik is. Délutánunként, hétfőn, kedden, szerdán, meg csütörtökön is, délután fél egy órától három óráig itt vannak minden nap, majd hát péntek kivételével, úgyhogy tényleg nagyon jól működik, és az embereknek az örömére. Van egy szép emlékparkunk, én erre is büszke vagyok itt, mert itt, 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 ezt, is, ezt meg a Léderbe nyertük, itt is szépen rendbetettük, itt gyeptéglával letettük az, az egész területet, és letérköveztük a járdákat, gyönyörűen gondolom, hogy ezt meg lehet nézni, ki van világosítva, és ez is egy nagyon szép színfoltja itt a, a központnak. A terveink azok lennének az imenek, mert egber, e, én szeretném még itt a, az egyházzal közösen a templomot. A templomot, mert egy gyönyörű, szép műemlék templomunk van itt, és eléggé ramagy állapotba került. Sajnos kívülről is a, a, a külső vakolat lehullott, meg a, meg a tető sem olyan precíz, és belül ott is már vannak gondok, vannak ilyen repedések rajta, minden, és ezt, ezt, szeretném felújítani, mert tényleg ez egy, ez egy nagyon egy, egy értékes, egy értékes épület, és ezt nem szeretném, hogy mindig de adjuk a pályát az egyházzal közösen, és az egyház is, itt most olyan gondok vannak, hogy elég kevés a hívő. És beszélgettünk már itt annak idején a Pispök is még erről a dologról, hogy itt a, itt a hívők számos -e nem nagyon, nem nagyon van pár hívő, van, aki jár templomba, és ha ez jobban esetleg fel tudnánk, jobban érdeklődő, jobb ér, több érdeklődő lenne, tényleg aki a hívő lenne, hogy hívő ember, hogy elmenjenek a templomba, és mozognának, ez, egy nagyot dobna talán azon, hogy jobban támogatnák ezt a, ezt a pályázatunkat de bízunk benne, hogy hamarosan erre is sor kerül most, ahogy itt megindultak itt a templomok felújítására, és most úgy nézem, hogy vannak majd pénzeszközök, hogy erre is lehet, és ezt szeretnénk akkor felújítani.